Mécsesek annak a háznak a kapuja előtt, ahol az a 69 éves asszony lakott, akivel különös kegyetlenséggel végzett támadója szenteste. A településen az utóbbi időben többször előfordultak rablások, és az is, hogy az elkövető miután rajta kapták, rátámadt az ott lakókra, súlyos sérüléseket okozva. Szedlár János polgármester elmondta, a közösség, a család és a jó szomszédi viszony is védőhálót jelenthet, főleg az idős emberek esetében. Az, hogy figyelnek a szomszédok, azért ebben a súlyos helyzetben is látszott, hiszen a tüzet észlelték, tehát nem következett be a lakásnak a teljes kiégése, lehetőség nyílott arra, hogy olyan nyomokat találjanak a rendőri szervek, amik a bűncselekmény felderítését szolgálják. De én ezután is arra bíztatom a lakosságot, hogy nézzenek át a szomszédba, kérdezzenek, nyissák rá az ajtót az egyedülálló idősekre. Ez a családokra is vonatkozik, hogy hétvégenként, ha nem is ide itt élnek, akkor jöjjenek, érdeklődjenek, beszéljenek a szomszédokkal. Próbáljuk észlelni azokat a jeleket, hogyha esetleg olyan idegenek mozdulnak meg a szomszédainknál, akik esetleg nem kívánatosak, vagy olyan események történnek, kisebb lopások, vagy valami olyan atrocitás, akkor igenis jelezzük, hívjuk a 112-t, hívjuk a rendőrséget, hívjuk a polgármestert, a polgárőrt, és akkor próbálunk segíteni. A helyi önkormányzat is igyekszik azon dolgozni, hogy az ilyen esetek ne fordulhassanak elő. Fontos számukra a prevenció és az is, hogy ha már megtörtént a baj, érdemben tudják segíteni a rendőrség munkáját. A közeljövőben megerősítésre kerül a polgárőrségnek az aktív állománya, a rendőrség munkatársaival napi kapcsolatot tartunk az eset tisztázása és a felderítése és a későbbi események megelőzése érdekében. A további sikeres munkánknak talán feltétele lenne egy komoly térfigyelő rendszernek a kiépítése, ami a napi események rögzítését lehetővé tenni, de ezek mind olyan kérdések, amik már az események után történnek. Tehát fontos lenne a megelőzés, a prevenció. Egyeztetünk most a rendőri szervekkel, a bűnmegelőzési munkába is megpróbálunk belefogni. Próbálunk olyan előadásokat idehozni a településre, ahol bemutatjuk a kábítószernek a káros hatásait, próbáljuk megmutatni, hogy az az út, amin esetleg néhány család jár, az hová vezet, milyen egészségügyi, szociális és családi problémákat vetnek fel ezek a kérdések. A rendőrök a 69 éves nő meggyilkolásával gyanúsított szemét pár óra alatt elfogták. Az elkövető az ingatlanból mindössze 12 000 forintnyi készpénzt és 2 kiló disznóhúst vitt el.